Hosszú szünet után ismét érezheti a könyvtár jellegzetes illatát, és válogathat, igaz, csak korlátozott ideig a kötetek között az, aki védettségi igazolvánnyal rendelkezik. Számukra május 5-től elérhetővé válnak a Pákolic István Városi Könyvtár és a Városi Múzeum belső terei, ezt Szántó Zoltán alpolgármester jelentette be. A könyvtárnál annyit érdemes tudni, hogy az olvasótermi szolgáltatásokat még nem tudják a könyvtárlátogatók elérni, ugyanakkor a könyveket elvihetik, és azok a könyvtárlátogatók, akiknek nincs védettségi igazolványa, ők a továbbiakban is e-mailben vagy telefonon rendelt könyveiket a könyvtár bejáratánál átvehetik, illetve leadhatják. A Városi Múzeum állandó kiállításai a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára látogathatóak. A múzeum egy-egy egységében egyedi látogatók esetében maximum 5 fő, míg összetartozó csoportnál legfeljebb 10 fő tartózkodhat. Egyelőre múzeum pedagógiai foglalkozásokat múzeum munkatársai nem terveznek be. A képtár pedig májusban előreláthatólag még nem fog megnyílni, ott egy teljesen új kiállítással készülnek a kollégák, és május végén, június elején fogjuk tudni kinyitni. A Csengei Dénes Kulturális Központ május 17-től nyit ki a nagy közönség előtt. Színház, mozi, kiállítás látogatásához a védettségi igazolvány és a személyi igazolvány együttes bemutatása szükséges. Ugyanez igaz a Dunakömlődi faluházra is. Május 14-én pedig kezdetét veszi újra a tömbelső koncertsorozat, hogy mindenki számára egy kicsit közelebb vihessük a kultúrát, védettségi igazolvánnyal vagy anélkül is. A tervek szerint a koncertsorozatot az Atom téren Tóth Viktor szaxofonművész és társai nyitják meg. A kulturális központban a pandémia előtt művészeti csoportok próbái is zajlottak. Egyelőre a Csengei Dénes Kulturális Központban nem tudnak a művészeti egyesületek próbákat szervezni. Gyakorlatilag a másfél méteres védőtávolság tartása lehetetlen. Úgyhogy amint javulnak természetesen az adatok, a pandémiás adatok, a vírusra vonatkozó adatok, természetesen ez a lehetőség is nyitva áll majd számukra. Az újranyitással kapcsolatos részletes és pontos tájékoztatók az intézmények honlapján elérhetőek.